Bajnoki nem úgy sikerült, mint ahogy mi azt elterveztük, sajnos, de azt gondolom, hogy azokat a hibákat, ha kijavítjuk, főleg, hogyha javítunk a visszarendezésünkön, akkor egy igen sikeres mérkőzésre számítok, de egy nagyon-nagyon nagy csata lesz. Nagyon-nagyon meg kell küzdenünk a győzelemért, de nagyon fontos nekünk ez a Magyar Kupa, mert ugye ez a másik lehetőségünk, hogy eljussunk az EHF Kupa porondra újra, úgyhogy bízom a lányokban, bízom a csapatban, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez egy sikeres mérkőzés lesz. Ez egy teljesen új mérkőzés, mint ahogy gyakorlatilag minden egyes mérkőzés teljesen mást kíván a csapattól. Én azt gondolom, hogy tiszta lappal kell indulni, és azokat a jó dolgokat, mert azért voltak, azokat még jobban erősíteni, és nyilván a hibáinkból tanulni, úgyhogy mi arra készülünk, hogy egy teljesen új mérkőzés lesz, és egy Magyar Kupa mérkőzés, ami nekünk az egyik út ahhoz, hogy az eredeti célkitűzést ezt tudjuk teljesíteni. Itthon mindig jobb játszani, talán egy kicsit felszabadultabb az ember, mégiscsak itthon van, hazai vizeken, hazai közönség előtt. Nagyon remélem, hogy a közönség is segít nekünk, esetleg egy kicsit nehéz pillanatokban, úgyhogy mindenképp ez egy pozitívum és egy előny számunkra. Miért komolyan vesszük, és úgy is kell vennünk. Gyakorlatilag nem lesz könnyű ellenfél a Siófok, hiszen azért egy nagyon komoly erőkből álló csapat, még akkor is, hogyha esetleg most a bajnoki hétvégéjük nem úgy sikerült, de nagyon komoly játékerőt képviselő játékosaik vannak, és hát nyilván ez egy lépés ahhoz, hogy a következőt meg tudjuk lépni, de még nem is nagyon szeretnék előre menni ebben, úgyhogy nekünk most ezt a poént kell leütni. We'll be right back.